református általános iskola fiataljai már ismerik az újraélesztés formáit, ám aki nem tudta a pontos protokollt, annak a mentőszolgálat munkatársai mutatták be Sátor Alja újhelyben. Így kezdődött a Biztonság Napja program, amelynek első helyszíne a rendezvénytéren volt, és a Ments életet címet viselte. Mindenkinek a figyelmébe kell azt venni, hogy picit, hogyha úgy van, akkor nyugodjon meg. Természetesen a helyszínről olyan értesítéseket adjon, ami valós, és fedi azt a dolgot, mert akkor természetesen az irányító csoportok olyan egységeket küldenek ki a balesetek helyszínére, hogy úgy történjen meg a teljes mértékű ellátás, hogy mindenkinek a testi épségére vigyázzon. Ez pedig már mentés a libegőnél. A Zemplén kalandparkban dolgozóknak minden esztendőben van mentési gyakorlat, most a magasban mentés fortéjait mutatták be a résztvevőknek. Új helyszínként a mászófalnál dolgozók is bemutatták, hogyan lehet biztonságosan falat mászni. Nem voltak közel a falhoz, tehát nem volt semmi gyakorlatuk a falban. Mostan azért sikerült olyan szinten elsajátítani, hogy abszolút biztonságosan tudnak biztosítani, illetve hát a bemutatón látott beeséseket, esetleges baleseti szimulációkat is most már meg tudják csinálni. Az árvízvédelmi gyakorlaton a diákok is bemutatták tudásukat. A tűzoltóság baleseti szituációja és a börtön készenléti egységének gyakorlata pedig sok városlakót is a helyszínre vonzott. A szervezők szerint éppen ez a cél, bemutatni és megmutatni, hogy a maga területén minden szervezet tudja és teszi a dolgát, akkor, ha baj van. A város lakóinak és elsősorban a tanuló ifjúságnak szeretnénk átadni, hogy igen, itt biztonságban élhetnek több szempontból, hiszen a társadalmi és a civilizációs katasztrófák is távol esnek tőlünk, és tudunk ellene tenni. A polgári védelemben az ismeretek megtanításán túl fontos a gyakorlat, vagyis hogy a fiataloknak legyen alkalmuk megtapasztalni a mentési védelmi helyzeteket. Erre pedig kiváló alkalom egy ilyen kezdeményezés, mondják a szakemberek. Érdekessé kell tenni, vonzóvá kell tenni, nem csak a szellemet kell pallírozni, hanem meg kell szagoltatni, meg kell tapintatni vele, tehát a gyakorlat, az nagyon fontos. Az izgalmas és látványos bemutatók végén a résztvevők egy dologban egyetértettek, többször gyakorolni, mint egyszer élesben kipróbálni ezeket a helyzeteket.